Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi az ő szív üzenete? Mit akar közölni veled? Erről szól ez a jóslás. Először megnézzük azt, hogy mi az ő jelenlegi helyzete. Húzok ehhez egy kártyát. Itt látható ez a kerék, és ez a kerék, ez a sors kerekét szimbolizálja. Akkor is, ha nem lát semmit, ha nem látja azt, hogy milyen irányba forog ez a kerék, mégis megvan a hit, a bizalom, hogy itt lesz egy sors döntő fordulat. Vagy megvan a hite, hogy a kettőtök kapcsolata nem volt véletlen, hiszen a sors utatok kereszteződött. Az ő gondolatai a nap jelenti az ő gondolatait, és az arra utal, hogy tisztázza a gondolatait. Vannak tervek, konkrét tervek nála. A gyermekek utalnak új kezdetre, ez eltarthat nyárig, de ő tudja, hogy mit akar. És most húzok egy kártyát az ő érzelmeire. Itt a kettes szám jelent téged és őt, tehát ezt a párkapcsolatot. Ez a kereszt, ugyanúgy, mint a sors kereke, jelenti azt, hogy a sors utatok kereszteződött. Ez a találkozás nem volt véletlen. Itt döntésekről is lesz szó, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodtok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Mivel a kardok jelentik a kommunikációt, ő úgy érzi, hiszen itt érzelmekről van szó ennél a kártyánál, ő úgy érzi, hogy fontos lenne az, hogy legyen egy közös terv, és beszéljetek erről a közös tervről. És a nap, ami megjelenik az ő gondolatában, az azt jelenti, hogy szeretné ezeket a témákat megvilágítani. És most megnézzük azt, hogy mit közöl veled. Ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy itt a királynő, és ő így tekint rád. Megvan a megbecsülés, az elismerés, ő csodál téged. A kezedben van az arany érem, ami utal az értékekre, a belső értékekre is, tehát te értékes vagy számára. Amit esetleg ez a kártya még jelenthet, ezek az anyagi dolgok, vagy a munka, a hivatás, hiszen itt is van összefüggés. De látható a képen, hogy megkapod az elismerést, csodál téged, te vagy itt a királynő. Most megnézzük azt, hogy mit szeretne mondani, de nem közli veled. Itt látható Justícia istennő, és szimbolizálja az igazságot, vagy mutatja az igazságtalanságokat is. Ez lehet egy bírósági ügy, vagy egy bírósági ügy, vagy vannak igazságtalanságok az ő életében, és ezekről a dolgokról, problémákról nem beszél veled. Hogy lát téged? Ő úgy gondolja, hogy nálad most lesznek változások, vagy szomorú vagy valami miatt, hiszen úgy gondolja, hogy nálad most úgy összeomlik minden, és bizonyára van nála ez a kívánság, hogy legyen újra egy életerő, egy új kezdet, hogy tedd át magadat
ezeken a nehézségeken. Lehet, hogy ez az igazságtalanság rád utal, de nem akar ezekről a dolgokról beszélni. Mi az, ami összeköt benneteket? Itt ugyan anyagiakról van szó, de mint mindig, ezek utalnak a belső értékekre is. Te nagyon értékes vagy számára. Persze az is lehet, hogy van egy ilyen terv, hogy kialakuljon valami, egy közös terv, ennek a megvalósítása. Ez lehet a hivatás, vagy egy magán cégnek a kialakítása, és akkor ebben az esetben természetesen anyagiakról is szó van. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!